A plakát mindenképp az előadást kell reprezentálja, de úgy, hogy közben nem szabad elmesélje, meghökkentő kell legyen, vagy kell legyen benne valami ötlet. Vaja Hogyai István plakát tervező, és valóban joggal mondhatjuk, hogy egy plakát pont olyan fontos része egy előadásnak, mint a zene, a díszlet, a jelmez és a többi összetevő. De hogy mitől jó egy plakát, illetve mi a titka István sikerének, ezt magától, a tervezőtől kérdezem meg ma este. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióba. Köszönöm. Nem tudom, el szabad neked árulni a művész nevedet, vagy ezt most hagyjuk? Hogy ne szabadna. El szabad. Jaj, mert nekem mindig hoddog maradsz, úgyhogy ne haragudj, ugye olyan furcsa volt kimondani, hogy István. Na, de van egy ilyen szép magyar nevet, hogy István, úgyhogy ma este így foglak szólítani. Istvánnak? Igen, hát Istvánnak. Ez egy kicsit fura lesz. István, kérlek, hoddog. Mesélj nekem arról, hogy hogyan indult ez a dolog, mert egy kicsit nekem is közöm van hozzá, úgyhogy ilyen szívem csücske a te pályádnak a sikere. Hát úgy indult az egész, hogy díszlet-jelmeztervezést tanultam a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Ehhez nincs közöm. Hát ahhoz nincs. És másodéves koromban rájöttem, hogy nem akarok díszlet-jelmeztervező lenni, ugyanis nem éreztem biztonságban úgymond magam benne, mert azt éreztem, hogy nagyon sok kérdés van bennem a felé, hogy képes vagyok-e levezetni egy díszletnek a legyártását. Nem... Azt éreztem, hogy nem látok jól térbe, inkább képekben gondolkozok, és nagyon vonzóvá vált nekem akkor a színházi plakát. A tanárom mutatott egy rakás plakátot, és... De akkor ezek, meg is említhetjük egyébként a tanárt, aki téged... Barta József, igen, igen. Tehát Barta József, és ő azért tényleg egy inspiráló személyiség, és azt hiszem, hogy tehát ő vezetett rá arra, hogy akkor gyere, hogyha nem érzed ebbe otthon magad, akkor nézzük meg, hogy a plakátok hogy igen, mennek. Aha. Igen, igen. Hát, hát ő mondta azt, hogy inkább ezzel foglalkozzak, igen. És milyen jól tudta, jó megérzése mert, volt, hát mert igen, ez viszont nagyon működik. Kicsit drasztikusan mondtam, mert azt mondta, hogy sosem lesz belőle díszlettervező, de amúgy igaza volt. Na, de látod, igaza az ilyen volt. Drasztikus dolgok igen, többen és szerintem ez is fontos egy egyetemen, hogy a tanár megmondja idejében valakinek, hogy készen áll erre a és nem csak, hanem akár útmutatás nyújtson más irányfele, mert hogy nálad ez történt, és végül is téged egy nagyon jó úton indított el. Igen. Így ebben az időszakban úgy döntöttél, hogy akkor megpróbálod ezt a dolgot, hiszen mutatott neked rengeteg plakátot, és az első ilyen plakátod az egyetemen egy vizsgaelőadáshoz készült. Igen, 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 a Bernard Alba házához, amit Patkó Éva rendezett. Igen. És arra már nagyon fel voltam készülve plakátokból, mert hogy... Az első hivatalos előadás plakát volt, mert hogy a rendezők mindig, amikor valamit a rendezőszakosok rendeztek, akkor megkértek, hogy tervezzek nekik egy plakátot. Uh-huh. És így már gyakoroltam, és akkor már úgy fel voltam tényleg készülve abból is, hogy mi a plakát, hogyan is kell kinézzen, és szerintem sikeres is lett. Majd a második ilyen plakátod egy Bocsárdi László által rendezett, ugyancsak vizsgadarabhoz készült, és azt hiszem, hogy innen megint csak megint egy nagy löketet kapott a te pályafutásod, hiszen utána a színházba is elkezdtek ezután már lenni. Igen. 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 És akkor tulajdonképpen a Vásárhelyi Színháznak egy jó ideig tervezted a plakátokat, de most már nem csak ide, hanem elindult, ugye egy ösztöndíjat is nyertél. Kicsit mesélj te róla, én el tudom mondani az életedet, utána néztem a dolgoknak. Hát igen, igen kaptam Communitas ösztöndíjat kétszer, és hát jó pár évig csak a Vásárhelyi Színháznak dolgoztam, viszont éreztem egy olyan dolgot most, hogy szeretnék másfele is menni, ezért októbertől szabadúszó lettem, úgymond, viszont szívügyem a Vásárhelyi Színház, ezért maradtam egész évadra itt is. És valószínűleg jövőre is fogok. Így aztán a Székely-Udvarhelyi Színházba is terveztél plakát? Nem, ott pont nem. Nem. Otthon élek, és a Székely-Udvarhelyi Színházat még ott nem pont tervezek. Nem, viszont nem, ott, igen, nem, értem. De attól... Kézdivásárhelyen terveztem az Udvartér Teátrumnak, akkor most dolgoztam Székesfehérváron. Hát akkor Magyarországon Budapesten, a Kolibri Színháznak terveztem most. Igen, igen, igen. Na de most mitől jó egy plakát? Beszéljünk erről. Megtudtuk, hogy te hogy indultál neked, milyen a pályafutásod, de mitől jó egy plakát? Hát szerintem? Nekem konkrétan attól jó, hogyha meglátom, s felmérgesít, hogy nem én találtam ki. Tehát hogyha olyan jó az ötlet, hogy idegesít, hogy hogy tudott valakinek ilyen eszébe jutni, és nekem miért nem, akkor érzek egy plakátot jónak. Vagy hogyha nagyon igényesen van kivitelezve.
Mire törekszel? Van-e egyéni stílusod? Tehát egy plakátnál lehet-e úgy, mint egy kézműves terméknél azt mondani, hogy megismerjük, hogy ez az ő munkája? Én megismerem a te plakátjaidat. Tehát, hogyha senki nem árulja el, hogy ez a tiéd, én szerintem akkor is meg tudom mondani, hogy ez a tiéd. Mondjuk ez lehet, hogy nem nagy tudomány, de hogy neked a te plakátjaidnak van egy jellegzetes vonása, egy stílusa, amiért a tiéd. Igen, hát valószínűleg az, hogy letisztult, viszont ezt is csak az enyémre nem lehet mondani, mert hogy a lengyeleknél is elég letisztult plakátok vannak. Inkább a gondolatisága, hogy én ezt a meghökkentőséget próbálom megfogni, vagy úgy, hogy rossz érzést váltson ki az emberből, vagy úgy, hogy humort váltson ki az emberből. És mindig próbálok valamit a darab, a rendező koncepciója mellett magamból is hozzátenni. Honnan inspirálódsz? Hát ezekből. Ezekből, tehát hogy bejársz a próbafolyamatokra, hogy megfog esetleg egy kifejezés, egy gondolat, egy szó. Mert hogy első olvasatra így kivált belőlem a darab valamit, és gondolok róla valamit, és képileg is már valami kirajzolódik a fejembe, viszont nem mindegy, hogy a rendező milyen korba teszi a darabot, milyen a díszlet, milyen a jelmez, milyen egyszerűen a képi világa, mert a plakát valamilyen szinten a szerves része kell legyen az előadásnak. Hozzá kell kapcsolódjon. Jövőbeni tervek? Tehát azt mondtad, szabadúszó lettél. Mi a legfelső szint, amit kitűztél? Tehát amit azt mondtad, hogy ebben a szakmában el akarok érni. Van olyan rendező, akinek a darabjához szeretné a plakátot tervezni, vagy van olyan dolog, amit még a technikai dolgokból nem tudsz az összeállításba? Hát most tanulom amúgy a technikai dolgokat, mert egy barátom csinált egy fotostúdiót Udvarhelyen, amit folyamatosan használhatok. Ez nagyon-nagyon megkönnyíti a munkámat, mert nagyon jó felszerelések vannak ott, és igazából most tanulom meg azt, hogy milyen bevilágítani egy plakátot, vagyis a fotóhoz a... Most azt hiszem, hogy ami a legfontosabb, hogy hívjuk fel a vásárhelyi és egyben az erdélyi közönséget is, tehát hogy hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy most mi holnapig látható a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak az Underground termében a kiállításod, a plakát kiállításod, és hogyha jól tudom, akkor több erdélyi városban is még ez elő szokott fordulni, hogy kiállítod az eddigi munkáidat. Igen, hát most két kiállítás megy párhuzamosan, mivel hogy van a poszter, amelyik Udvarhelyen volt az első, de az egy vándorkiállítás, ott összeszedtük az összes erdélyi magyar színháznak a plakáttervezőjét, mert azt éreztem, hogy én belük ki akarok állítani, folyamatosan követem a munkájukat, rajongok a munkájukért, és ismerjük meg egymást, kortársak vagyunk, közösen alkossunk valamit. Mert hogy például egy udvarhelyi néző nem látja azt, hogy mondjuk Szent Györgyön milyen jó plakátokat készít van egy Ferenc, vagy Benedek Levente Temesváron. Vagy hogy István milyen jó plakátokat készített eddig Marosvásárhelyen, és nagyon reméljük, hogy továbbra is, és akár az egész országban és külföldön is. Szerintem még sokat fogunk rólad hallani. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és nagyon sok sikert kívánok neked. Én is köszönöm, hogy itt lehet.